Bár az időjárás jelenleg még elkényeztet minket, de bizony lassan, de biztosan bekopogtat az ősz. És hogy igazán stílusosak lehessünk otthon is, Benke Orsolya segít nekünk ebben, hiszen a következőkben egy nagyon kis cuki őszi kopogtató készül itt a TV el stúdiójában. Sok szeretettel köszöntöm a Manufaktúra Klub műhely vezetőjét, akivel legközelebb majd Noszvajon lehet találkozni, de mielőtt még esetleg oda kilátogatnának, előbb beszélgessünk itt egy kicsit a stúdióban arról, hogy hogyan tudunk igazán szép őszi hangulatot varázsolni az otthonunkba, Orsi. Én is köszöntök mindenkit. Hát azt gondolom, most itt nálunk a, a Manufaktúra klubnál elsősorban a fa az az alapanyag, amivel dolgozunk. Ez most az őszhoz egyébként is tök jól passzol. Hoztam is egy pár dekorációt, amit itt az elmúlt hónapokban készítettünk. El kell mondanom, hogy elsősorban nálunk a vendégek dolgoznak. Most akasztják a hóhért, mert most ugye én fogok, én fogok itt egy kopogtatót készíteni, ami nálunk nagyon fontos, hogy mindenkinek sikere legyen, mi nem művészkedni akarunk, nem művészeti alkotásokat, hanem kreatívkodni, és kreatív alkotásokat készítünk. És célunk, hogy mindenki tényleg sikerélménnyel távozzon. Úgyhogy én most hoztam ilyen előre kivágott formákat, amiket meg fogok festeni az őszi színekre. Uh -huh és akkor ezt összeragasztom, és akkor egy ilyen szép kis őszi kopogtató. Legalábbis nagyon remélem, hogy az fog készülni. Ezt azért is jó hallani, mert ilyen kézműves antitalentum, ami én vagyok, azt gondolom, hogy nekem is nagy öröm lenne ezt elkészíteni, hiszen te vallod egyébként, ahogy ezt már mondtad is, hogy igazából ez nem arról szól, hogy művészi kiteljesedés legyen, hanem egy, egy kicsit egy ilyen másfajta, nyugodtabb tudatállapotot szeretnétek a kis műhelyetekben elővarázsolni. Kinek ajánlod ezt a fajta szöszölést ilyenkor össze? Én most ez ilyen viccesen fog ha hangzani, igen, hát, igen, igen. meg közhelyes, de mindenkinek én, én azt gondolom, meg hát nem csak én, hanem nálam okosabb emberek is, hogy a kreativitás ez valójában egy energia, uh -huh amit érdemes mindannyiunkban felszabadítani, mert egyébként a, az életünk nehezebb pillanataithoz is kreatívabban tudunk hozzáállni. Amellett, hogy egyfajta meditációs tevékenység, ö, tényleg sokan jönnek hozzám be úgy, hogy, hogy jaj, mit lehet itt készen kapni, mert én nem tudok semmit se csinálni, és aztán ők lepődnek meg a legjobban, hogy dehogy is nem és hogy tényleg milyen másfajta kapcsolók kapcsolnak be az ember agyában, akkor, amikor éppen alkot valamit és összeállít valamit, amiben persze nyilván segítséget nyújtunk, de akkor is ez az ő alkotása, és az ő, tényleg az ő szellemi és a kézi terméke lesz a végén. Itt van előttünk a színpaletta, a különböző motívumok, melyek a leginkább jellemző színek, amik ilyenkor dominálnak. Nyilvánvaló mindenkinek saját ízlése szerint gondolom ezt fogod mondani, de mi az, ami mégis az őszi dekorációhoz leginkább illik, illetve melyik mot motivumokat ajánlanád? Hát én most ugye leveles dolgokat uh -huh. hoztam. Nyilván ugye az ősz a természetben a legszebb, uh -huh. és ugye azt megélni vajon egyébként is a természet kellős közepén uh -huh. élünk, úgyhogy tényleg csak kinyitjuk a szemünket, és akkor ott van minden évszakban a csodálatos természet, úgyhogy mindenféle ilyen természeti terményeket, termények, kivágott terményeket, ja, meg egy madáretetőt ja, is itt közben, tuként. mert ez is a ősz, őszhez kapcsolódik, azért hoztam el. Úgyhogy igen, ilyen csipke, meg falevelek, és akkor nyilván a rarancsos, még enyhén zöldes, bordós-barnás, ilyesmi színekbe fogok most így gondolkodni. Hát azt gondolom, hogy én is és a kedves nézőink is kíváncsian várjuk a végeredményt, neked jó munkát, Orsi. szívemhez nagyon közel programról fogunk beszélgetni. Egy meseszép szép falu, amely itt van Eger mellett Noszvaj, és természetesen ehhez kapcsolódóan a kemencés napok lesznek a következő percekben terítéken. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cinkén és Szűcs Krisztina turisztikai menedzserét illetve Szabó Péter polgármester urat, hiszen beszélgetni fogunk arról, hogy mi minden vár majd a hétvégén Noszvajra kilátogató vendégekre, illetve a helyiekre is sok szeretettel köszöntünk, benneteket sziasztok! Még mindig összefut a nyála számban, ugye tavaly nem titok, hogy zsűriztünk nálatok, Petrával a Kemencés napokon, és hát felejthetetlen élmény. De mielőtt rátérnénk az idén megrendezésekről, Kemencés napokra, beszéljünk egy kicsit a nyárról. Péter, hogy éltétek meg a nyarat, hogy sikerült turisztikailag, meg a falu szempontjából, ugye egyébként is? Szervusztok! <laughs> Azt kell, hogy mondjam, eddig jól sikerült a nyarunk. Eddig jól sikerült a nyarunk. Sajnos láttunk a számokban némi visszaesést a tavalyi évhez képest, de ezt úgy látom, hogy a környező településeken szintén megjelent, ugyanúgy Egerben is. De úgy gondolom, minimál, kisebb volt 10% alatti a visszaesésünk a vendégészakák száma tekintetében. Viszont az idő tekintetében, az időjárás tekintetében meg nagyon jól sikerültek még eddig a rendezvényeink, mert sem az eső idén, sem pedig a 40 fok nem tette le, ellehetetlenítette el le a rendezvényünket. Ez az utolsó színvanapunk is csodálatosan sikerült, úgyhogy ezzel a, ezzel a nagy elvárásokkal megyünk most a kemencés napok elé, és hogy az idő is mellettünk lesz. Igen, úgy néz ki egyébként, hogy hétvégére szép napos időt fognak mondani, úgyhogy ezzel nem lesz baj. Én ugyan tavaly nem voltam, nem vettem részt, de Levi mesélt, és hát azt gondolom, hogy ebben a programban talán az az egyik legunikálisabb a sok egyéb részegység között, hogy az emberek beengedik tényleg a saját portájukba, a saját pici magánszférájukba a látogatókat, a vendégeket, és úgy kínálják, mintha tényleg valóban hozzájuk érkezne ez a vendég, és, és a család barátjaként ültetik egy asztalhoz, úgyhogy még most is beleborzongok, egy kicsit visszagondolva erre a covidos időszakra, hogy azért milyen nagyot léptünk e tekintetben előre. Tudom, hogy ez mindig hagyomány volt ennek a rendezvénynek a tekintetében, de hogy ez nagyon szép minden és hogy kérdés is legyen ebben a kis eszmefuttatásban, idén hányan vállalkoztak erre a nemes feladatra, hogy valami finomságot készítenek Kemencében? 24. alkalommal szervezzük meg, egy kimaradt, a bizonyos általad említett okokból kifolyólag az egyik évben nem szerveztük meg a Kemencés napot, és idén 11 porta az, aki jelentkezett a versenyre mindannyian három ételt fűznek, minimum három ételt, és mindegyikből 80 századagot. Uh -huh. Úgyhogy eléggé színes lesz a kínálat, tehát nem sok olyanféle állat van, amit nem készítenek el most a noszfaiak kevencében, de hogy mondjak egy néhány példát. ott a Muszáj vagyok, egy kicsikét, tehát lesz töltött csülök, lesz báránycipóban, lesz mangalica pofa, ropogós csülök, ugyanúgy lesz töltött káposzta, de lesz sült galambunk, ugyanúgy fűszeres császárhús, harcsakolbász kemencében, mangalica tarja, sima tarja, húrka. Ezt a szomszédbeli település, a Cseresznyés ah, település a csapata főzi a szomolyaiak, mm -hmm. süti, mm -hmm. és ez mind-mind kemencében. Aztán ez tartozik természetesen a leves, ugyanúgy desszert, a tehát ezek most csak a fő ételek javait ö, ö, említettem, de gondoltak a vegánokra is, hogy mindenhol lesz még kiegészítők is fogás hozzá. Ugye a fő kritérium a kemence? Tehát, hogy akik neveznek, hogy kemencében sült étel kell mindenképpen. Arról beszéljünk egy kicsit, hogy tartozik még ehhez a rendezvényhez egy bortúra is, ezt ne felejtsük el, mutatóban hoztál is nekünk nemes nedűt. Milyen útvonalon lesz a bortúra idén? Ez a hagyomány szerint a kastétól indul el, és az, a Jókai Szomjai úti pince soron fog beteljesedni ez a bortúra, ahol Magyar Gyulai zenekara kísér majd bennünket. Múltkori bortúrán is úgy jártunk, hogy azt mondták, öten jönnek, de amire ideértek, nyolcan lettek. Tehát, és szeretetből jöttek még a noszfajak zenélni hozzájuk, behozták a hangszereiket, és egy fantasztikus élmény volt. Lehet, hogy most is erre is számíthatunk, amellett, hogy több pincének a borait kóstolhatjuk majd. Majd meg. Ezek általában egy évfélig tartó program szokott lenni, fantasztikus jó falusias, noszfaias, ekte hangulatban. Ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy, hogy nyilván a fő cél az, hogy minél több látogatót vonzanak a településre, és mutassák meg ennek a tényleg kis gyöngyszemnek a szépségét, mind természeti adottságban, mind ugye gasztronómiában. De egy picit engem az is érdekelne, hogy mit tesz hozzá ez a noszvai település közösség tudatához, mert egészen biztosan elég erősen építi Hát gondolom, amikor emberek együtt dolgoznak, sokat és sokan, akkor ott épülnie kell a közösségnek, a közös élmények által, a közös célok és a közös feladatok által mindenképpen. És mivel ez egy olyan rendezvény, aminek nagy múltja van, ugye 24 év óta szerveződik, és vannak benne olyanok, akik már. Nem vesznek részt benne, vannak, akik teljesen újak, és vannak, akik hosszú évek óta folyamatosan részt vesznek a rendezvényen, van egy története. Uh -huh. És ez mind építi a közösségünket, építi ezt a magát a rendezvényt is. És én azt gondolom, hogy a nap végén, vissza, hát nem csak a nap végén, visszanézem a fényképeket, és amikor a nap végén az a közös ünneplés, vagy amikor átveszik a az ajándékokat, nevente is tapasztalatta, hogy akkor olyan öröm szabadul fel az emberekbe, és olyan jól tudják magukat érezni utána, és egy, egy nagyon kellemes, szép élményé válik a sok közös élmény és munka. Ugye azt gondolom, hogy ez sokat hozzátesz Noszvajhoz. Igen, egyébként, amiről beszéltél, ezt megtapasztalt meg, amit René is említett, hogy valóban ez a fajta hangulat, ami uralja ezt a kemencés napot is akár, hogy tényleg, ahogy fogadtak bennünket, meg úgy egymással viselkedtek, viszonyultak egymáshoz az emberek, az kiemelkedés példaértékű, azt gondolom, hogy noszvajon életében, és ez, e, e, hogy is mondjam, nem akarok nagyon ömlengős lenni, de azért ez nagy részben köszönhető nektek is, hogy ápoljátok ezeket a hagyományokat, illetve tovább viszitek ezeket a dolgokat. Ilyen lelkiismeretesen, mint ahogy csináltátok. De e, egy kicsit beszéljünk arról, hogy a kajánk, meg a boron kívül mi minden várja még az embereket, noszvajon. Igen, azért szerencsére más is várja. Igen, hát, igen. hogy ne úgy unatkozzanak az evésével között. Ebben az évben egy kultúrpajta pályázat nyertesei vagyunk, és ennek keretén belül valósul meg egy meseünnep. Mindig van gyermekprogram és családi program Nosfajon minden rendezvényen, ez nekünk egy nagyon fontos szempontunk, de most... Addig-addig szerveződött ez a családi program, tényleg egy meseünnepé változott. Ez köszönhető annak is, hogy noszvajon működik a meseút, és most már ennek van egy szervezete, egy meseút egyesület, akik részt vállalnak ennek a programnak a megvalósításában. Fantasztikus élményt jelent az élő szavas mesemondás, amit így, így nevezünk, sok mesemondunk lesz, interaktív mesés előadástól kezdve a mesesétán át, a papírszínházon keresztül a vitézkedés tanításáig, vitézi hagyományok átadásáig, egy banyabolt, vagy meseházikó tervezése. <laughs> Úgyhogy ez 10 órától, szombaton 10 órától 16 óráig fog zajlani a gazdaházban, de az Egyesület megragadta ezt az alkalmat, egy ilyen szakmai nappá változtatta kicsit ezt a a programot eljönnek az ország mesemondói, a szervezetüknek a, a tagjai, és lesznek szakmai programjaik is. Úgyhogy a falu nem evésivós része az egy kicsit ilyen mesésé is változik most ezen a kemencés napon. Jó. Meg hát gondolom, hogy azért kézműveskedés is lesz, erről is beszélünk majd még nem sokára. Hát ahol orsója van, ott mindig ott, van. Ott, igen. <laughs> Egy olyan, amikor igen, 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 megjelenik. Igen. 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 És nekem nagyon fontos hívó szó volt, amit a plakától láttam, az az ökotudatosság. Ez hogyan tud megvalósulni a program során? Egyszerűen nem a tömegturizmusban hiszünk, hanem a lassú turizmusban. Abban hiszünk, hogy környezetudatosan kell gondolkodnunk. Gondoljatok bele, ahol ennyi kemencében sül étel, ott mennyi fölösleges papírtányér, vagy mű, régebben műanyagtányér szemét keletkezik. És ennél fogva úgy gondoltuk már évekkel ezelőtt is, hogy az sem árt, hogyha elhozzák a kedves vendégek a saját kis evőeszközüket otthonról, legyen az porcelán, vagy akár, akár zománcos, valami, amiből szeretnének enni, és abban ugyanúgy megkaphatják azokat az ételeket. Kevesebb szemet, szemét keletkezik a településen ennél fogva, és ettől fenntartható. Attól is fenntartható, nyilván mind hagyományainkból ered minden Vissza. rendezvény, amit, amit szervezünk, de amellett a fenntarthatóságot a zöld oldalról is meg kell közelítenünk, és ezeket próbáljuk közelebb hozni egymáshoz. A végén tényleg csak egy pár mondat a falu életéhez kapcsolódó hogy Közejövőben, távoli jövőben további fejlesztések, tervek még vannak fejben. <laughs> fejben. Most mondta ki a, a, a testület azt, hogy ö, gyakorlatilag van nekünk egy PITBANK hagyományőrző egyesületünk, akik eddig egy sportöltözőben kaptak helyet. Aha. De talán méltatlan is hozzájuk, mert hogy annyi. Annyi család gyermekét ápolják és gondozzák, és örömmel veszek részt a közösség életben, hogy valószínű, hogy fogunk nekik építeni egy kisebb művelődési közösségi házat ebből a sportöltözőből. Erre vonatkozóan részben pályázatot is adtunk be, de én úgy gondolom, hogy az önkormányzat képviselő testület egyöntetően úgy gondolta, hogy jövő költségvetésben akár ezt önerő részből is meg fogjuk tudni építeni ott a sport, sportpályán, is lesz egy kicsit nagyobb olyan kultúrterünk, ahol ezeket a népi hagyományainkat noszfaiak ott meg tudják élni, és nyilván, amikor uh, nyitott lesz ez a turisták számára is a későbbiekben, de én azt gondolom, hogy először belül kell erősnek lenni ahhoz, hogy hitelesen tudjunk kifelé is uh, bizonyos dolgokat kommunikálni. Na, szép is ez. Uh, egy utolsó kérdés, Kriszta, sütsz valamit idén? A kemencében én nagyon boldog lennék, ha én egyszer végre sütetek valamit a kemencében, de ez általában a szervezőnek nem adatik meg. Nem adatik meg neked. És mit sütnél, hogyha sütnél? Hát biztos valami rétest, mert én azt Igen, a legjobban. <laughs> Na jó, szóval akkor, akkor, szombaton irány noszvaj. Én autentikusan mondhatom szerintem, hogy aki egy kicsit is igényes akár a gasztronómiára, akár a szépre és a jóra vagy a mesére, annak szombaton mindenképpen nosz vajon a helye, hogy egy kicsit éljék át azt a csodát, ami ott zajlik ilyenkor. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon jó időt kívánunk nektek. Köszönjük. sok látogatót. Nagyon sok látogatót, kitartást, és aztán reméljük, hogy tudunk ott találkozni szombaton. Mi is. Várunk szeretettel köszönjük. mindenkit, köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, köszönjük szépen a beszélgetést, mi pedig megnézzük, hogy hogyan készült el az őszi kopogtató. Maradjanak velünk! Hop-hop, mint a Harry Potter filmekben ide is varázsolódtunk gyakorlatilag Gorsi mellé, aki el is készült már egy kopogtatóval. A nem bánod, akkor én megmutatom a kamerának, mert szerintem csoda szép lett, még óvatosan így, hogy mindenki lássa, hogy ilyen gyönyörű kopogtatókat is lehet készíteni viszonylag rövid idő alatt. Igen, igen. Bár nekem valószínűleg két-három nap lenne, mire ezt így meg tudnám csinálni, mert rendben az én kézügyességem az már végképp oda van. Szóval, hogy beled is lehet találkozni, mint ahogy említettük is, ugye Noszvajon a kemencés napokon. Hasonló tematikában készülsz ott is, és ugyanúgy, aki oda megy hozzád, az készíthet, barkácsolhat, igen, tevékenykedhet. Igen, ugye? Nálad igen, is. igen, igen, pontosan. De jó. Mivel készülsz ezen túl még, tehát hogy keltsük fel a figyelmét a kedves látogatóknak, akik esetleg izgulnak ugyanúgy, mint Levi meg én, hogy mennyire lesznek ügyesek, szóval mi készül majd noszvajon. Nem kell izgulni, amíg én okay. ott vagyok, mert pedig én ott leszek. Mindenféle figurával fogok készülni, uh -huh. meg formákkal, különböző alapokkal is. Ilyenkor kemencés napkor szoktunk ilyen viccesen vágódeszka formára is jó étvágyatos ilyen történeteket is csinálni, tehát azt is lehet ilyen konyhai dekorációban, vagy aki nem tudom, ilyen kinti konyhába akar ilyesmi vicces dolgokat, tehát lehet ilyet is csinálni, de akinek csak tényleg nagyon rövid ideje van, vagy nem akar hosszat, akkor kulcs tartót, azért is hoztam mindenfélét, uh -huh. hogy lássa látni, hogy egészen a pici dolgoktól tényleg ennél nagyobbakat is lehet készíteni, mint amit most az asztalon van. Úgyhogy mindenféle dolog lesz. Én biztos vagyok benne, hogy még te is fogsz valamit csinálni. Egy, egy, egy tévhitet oszlassunk el. jó? Szóval az van, hogy amikor egy kitelepül kézműves szülő viszi a gyereket, akkor általában a szülő az, aki tovább kézműveskedik, igen. mint a gyerek. Persze, a gyerek az hamarabb megszokta unni, persze, jól, megnyugodtam, hogyne, hogy, hogy hogyne, nem, nem, nem nálunk van hogyne, ezt a hogyne, szokás, hogyne, hogy a gyerek hogyne. 5 perc után elmegy apuka, meg anyuka, meg még ott továbbra is uh, Igen, molyol. Ha, igen, Megél, van, megéli van. egy kicsit az ember ezt, igen, igen, igen. igen. Most én nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, megmutattad azt, hogy így is el lehet tölteni hasznosan az időt, és nagyon szép dekorációkat lehet készíteni, akár az ajtóra, akár otthonra, vagy akár ajándékban is egy kulcs tartó formájában, vagy ami nekem kifejezetten tetszik, a madárretető. Erről majd beszéljünk adáson kívül, Jó, hogy hogy <laughs> lehet ezt megcsinálni, mert ez engem mindenképpen érdekel, de most egy picit sinetet tartunk, kedves nézőink, és aztán a, mondjuk úgy, hogy a reklámpercek után jövünk vissza.